Az Egyesült Államok kezére játszanak az uniós szankciók, véli az egyik legbefolyásosabb amerikai szaklap. Az oroszok által megszállt területeken elkezdődtek a népszavazások az elszakadásról, a nyugat nem fogadja el az eredményüket. És ilyen még nem volt, terrorcselekményre készülőkre csaptak le Izlandon, a világ egyik legbékésebbnek mondott helyén. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Az uniós szankciós politika miatt kialakult gazdasági folyamatok egyre inkább az Egyesült Államok kezére játszanak, mert Európát meggyengítette a háború. Erről a tekintélyes gazdasági újság a The Wall Street Journal írt. A lap szerint Európa még évekig szenvedni fog a szankciók hatásától, miközben az Amerikában termelő cégeknek jó kilátásai vannak. Az európai energiaválság egyik nagy nyertese az amerikai gazdaság. Erről ír az egyik legnagyobb példányszámú amerikai lap, a Wall Street Journal. Az üzleti újság cikkét a Mandiner szemlézte. A lap szerint miközben az energiaárak vadingadozása az ipari termelés leépülésével fenyegeti Európát, Washington számos ösztönzőt hozott létre a gyártás támogatására. A gazdasági folyamatok pedig egyre inkább az Egyesült Államok kezére játszanak, különösen a vegyi anyagokat, az akkumulátorokat és más energiaigényes termékeket gyártó vállalatok számára. Az egekbe szökő gázárak miatt pedig egyre több európai nagyvállalat dönt úgy, hogy az Egyesült Államokba helyezi át termelését. Példaként a dán Pandora ékszergyártót és a Volkswagent említi, amelyek amerikai terjeszkedést terveznek, közben a Tesla pedig szünetelteti németországi beruházását. Azt írják, ha továbbra is maradnak az uniós szankciók, akkor még 2024-ben is magas gázárakkal kell szembenéznie Európának. Alap által idézett közgazdászok szerint ugyanis a Kanadától az Egyesült Államokon át katalik terjedő földgáz kitermelők középtávon is nehezen tudják majd helyettesíteni Oroszországot Európa ellátásában. Miközben Európában az egekben vannak az energiaárak, az Egyesült Államokban szinte alig történt áremelkedés. Mutatjuk, hogy alakult a földgáz tőzsdei ára az elmúlt időszakban. A grafikonon kék színnel jelöltük az Európában irányadó holland gáz tőzsde alakulását. Ez a brüsszeli szankciók bevezetése óta szinte teljesen elszállt. Ezzel szemben a pirossal jelölt amerikai tőzsdei ár csupán a töredéke az európainak. A Wall Street Journal cikkében arra figyelmeztet, hogy az európai feldolgozóipar térő károk örökre fennmaradhatnak az energiaárak hatalmas ingadozása, illetve az ellátás bizonytalansága miatt. A jelenlegi rendkívül borús helyzetre rövid távon az egyetlen megoldást a szankciók feloldása jelentheti. Erről beszélt a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitika üzletág vezetője itt az M1-en. Ortai Olivér kiemelte, minden olyan hír és intézkedés, ami a kereskedelmi konfliktus mélyülése irányába hat, Európa gazdaságát egyre nehezebb helyzetbe sodorja majd. Ezzel szemben minden olyan intézkedés, ami enyhíteni a kereskedelmi konfliktust, az csökkenteni az energiaárakat, hangsúlyozta. Hozzátette, ha az Európai Unió tovább folytatja a szankciós politikát, annak növekvő energiaárak lesz a következménye, ami újabb és újabb iparágakat taszíthat a szakadék szélére. A jelenlegi helyzeten, rövid távon, úgy értem, hogy néhány éves időhorizonton kizárólag a szankciók feloldása segíthetne. Ha most valaki földgáz szeretne vásárolni az európai tőzsdéken, akkor az ár több mint felében a szankciók lebegtetésének, a bevezetett szankcióknak és a válaszintézkedéseknek az árát kell, hogy megfizesse. Látható, hogy az, amit tavasszal sok elemzőház mondott, hogy az orosz gáz rövid távon nem helyettesíthető az európai piacon, az igaz volt, az beigazolódni látszik. Ennek megfelelően a jelenlegi rendkívül borús helyzetre rövid távon az egyetlen megoldást, a szankciók feloldása és tág értelemben a kereskedelmi konfliktus enyhítése jelentheti. A belga fővárosban, ami az Európai Unió központja is, ezrek vonultak a héten az utcára az egekbe szökő megélhetési költségek és a megugró energiaárak miatt. A demonstrálók azt követelték, hogy fagyasszák be az árakat és növeljék a fizetéseket.
A belga kormány ugyan korábban egy sor intézkedést bejelentett, többek között a középületek energiafogyasztásának csökkentését, valamint az energiaszolgáltató vállalatok többletnyereségének megadóztatását, de az utcára vonuló emberek ezt láthatóan kevésnek tartották. Egyre nagyobb gondot okoz az infláció és az energiaárak növekedése a német vállalkozások körében. Évszázados múlttal rendelkező cégek kénytelenek bezárni kapuikat, mert a megnövekedett költségeket már nem tudják a vásárlóikra hárítani. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a pékségek, amik az átlagnál jóval több energiát fogyasztanak. 90 éves ütnek kenyeret ebben a nyugat-németországi pékségben. Engelbert Schlechtrimen nagyszülei alapították az üzletet Kölnben a II. Világháború előtt. A jövő hónapban azonban végleg lekapcsolják a sütőket, mert az egekbe szöktek az energiaárak. A tulajdonos 35 alkalmazottat kénytelen elbocsátani. Hihetetlenül nagy volt a feszültség az elmúlt hetekben, hónapokban, amely abból adódik, hogy több válság is kialakult. A koronavírus járvány okozta üzletbezárások után következett az anyagköltségek növekedése, majd az energiaköltségválság, mondta a pékség tulajdonosa. Nem ez az egyetlen pékség, amely a megélhetésért küzd Németországban. A kis családi tulajdonban lévő üzletek országszerte nehezen tudják fedezni költségeiket. Sok pékipari vállalkozás aggódik amiatt, hogy hogyan éli túl a következő néhány hónapot. A nyersanyagköltségek, de különösen az energiaköltségek is meredeken emelkednek. Szeretnénk egy pénzügyi mentőcsomagot kapni a szövetségi kormánytól, mondta a Német Pékszövetség vezetője. A német kormány ebben a hónapban újabb 65 milliárd euró értékű intézkedést jelentett be azzal a céllal, hogy mérsékeljék az inflációt és a fogyasztói energiaárak emelkedését. Azonban sok vállalkozásnak már későn érkezik a segítség. Ez pedig már a nyugat-németországi Mülheim, ahol a Hemmerle családi vállalkozás 13 pékséget üzemeltet 170 alkalmazottal. A tulajdonos elmondása szerint a dagasztógépek és a hűtőkamrák kimagasló áramfogyasztása miatt nagy bajba kerülhetnek. Számokban kifejezve, tehát körülbelül 300 vagy 310 ezer eurót fizetünk évente az áramért, és ez állítólag meg négyszereződik. Nehéz helyzetbe sodorhatja a céget, ha 300 ezer euró helyett évi 1,2 milliót kell fizetnem az energiáért, mondja a tulajdonos. A Hemmerle család cége az egyike annak a mintegy 10 000 német sütőipari vállalatnak, amelyek megkongatták a vészharangot, miszerint a megnövekedett költségeket már nem lehet áthárítani a vásárlókra. Magyarország békét akar, ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután egyedüli EU-s külügyminiszterként tárgyalt orosz kollégájával, Szergej Lavrovval New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a háborús inflációra és az elszabaduló energiárakra egyetlen megoldás van, a béke. A külügyminiszter elmondta azt is, Magyarország nemzeti érdeke, hogy Oroszországgal és a Gazprommal egy megbízható együttműködést folytasson. Szijjártó Péter kiemelte, orosz energiahordozók nélkül a gazdaságunk nem tud működni, és a magyar emberek nem tudnának fűteni. Magyarország gázellátása biztonságban van, ezt mutatja az a tény is, hogy már 41%-ot közelíti a földgáz tárolók fogyasztás arányos töltöttsége. Európában ez 23% alatt van még mindig, tehát mindez világosan mutatja, hogy Magyarország egy felelősségteljes energiapolitikát folytat. A nemzeti érdekünk azt diktálja, hogy Oroszországgal, a Gazprommal egy megbízható, kiszámítható együttműködést folytassunk. Ezen együttműködés nélkül ugyanis Magyarország földgáz ellátása nem állna biztos lábakon, és mi vállaltuk, hogy biztosítjuk azt, hogy a magyar embereket ne kényszeríthesse senki arra, hogy ők fizessék meg annak a háborúnak az árát, amelyért ők egyáltalán nem felelősek, és mi Magyarországon minden egyes háztartás, minden család, minden vállalkozás számára biztosítjuk azt, hogy mennyiségi korlátozással ne kelljen szembesülniük. Az unió szankciós politikájáról és az orosz-ukrán háborúról is beszélt Áder János abban a ma megjelent interjúban, amit a Vas Népének adott.
A volt köztársasági elnök úgy fogalmazott, mindenkinek az az érdeke, hogy mielőbb békekötés legyen. Áder János azt mondta, ha a felek leülnének a béketárgyaláshoz, az lehetőséget adna arra, hogy az Európai Unió átgondolja a szankciós politikáját, és hogy az orosz gáz ismét a kellő mennyiségben érkezzen Európába, a gáz és az áramára pedig csökkenni tudna. Annak ellenére tervezi Brüsszel az újabb, immár 8. szankciós csomagot Oroszország ellen, hogy Európában már az eddigieket is egyre többen utasítják el. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a Nézőpont Intézet elemzője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai embereket senki nem kérdezte meg ezekről. A Fidesz frakció vezetője tegnap jelentette be, hogy a kormánypártok arra kérik a kormányt, indítson nemzeti konzultációt. Így Európában a magyarok lesznek az elsők, akik elmondhatják a véleményüket a szankciókról. Legyen módjuk a magyar embereknek ebben a fontos ügyben is elmondani, hogy mit gondolnak. A Fidesz és a KDNP frakciói felkérték a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt az energetikai szankciókról, jelentette be csütörtökön a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté azt mondta, a szankciókról eddig csak a brüsszeli elit dönthetett az emberek nélkül, ezért a magyarok lesznek az elsők Európában, akik elmondhatják a véleményüket. Európában nem volt még egyetlen egy embernek sem módja arra, hogy elmondhassa, hogy mi a véleménye a szankciókról. A magyarok lesznek az elsők, akik elmondhatják a véleményüket. A nemzeti konzultáció korábban is fontos eszköz volt az európai vitákban, fontos ügyek mentén. Európa politikája kisiklott. A brüsszeli bürokraták már a 8. szankciós csomagot tervezgetik az emberek megkérdezése nélkül, pedig Európában az eddigieket is sokan elutasítják, mondta Pálfalvi Milán a Kossuth Rádióban. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a nemzeti konzultáció viszont lehetőséget és erős felhatalmazást ad a magyar kormánynak, hogy valóban az emberek akaratát képviselje Brüsszelben. Magyarországon az embereknek a véleménye alapján tud a kormányzat döntéseket hozni. Ez azért egy nagyon fontos dolog, mert ez az, ami megerősítette hosszú évek során a kormányzat és a kormányzatba vetett bizalom erejét az emberek részéről. Tehát van egy olyan összetartás, egy olyan egyetértés, egy olyan egység Magyarországon, amit a nemzeti konzultáció tud megalapozni. Nemzeti konzultációt fogunk indítani. Legutóbb tavaly nyáron indított a kormány nemzeti konzultációt, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be. Akkor egyebek mellett a gazdaság koronavírus utáni újraindításáról, a gyermeket nevelő szülők SZIA visszatérítéséről, a hitelmoratóriumról és a migrációs kvótáról kérdezték az embereket. A nemzeti konzultáció már több mint egy évtizede bevált egyeztetési forma a választók és a kormány között. A konzultációkban számos, a hazánk jövőjét meghatározó kérdésben kérte már ki a választók véleményét a kormány. Több alkalommal volt nemzeti konzultáció például szociális és gazdasági kérdésekben, de a kormány a bevándorlásról, terrorizmusról és a soros tervről is megkérdezte az embereket. 2018-ban pedig a családok védelméről tartottak nemzeti konzultációt, majd később a koronavírus elleni védekezésről. Ez a népfelség elvének gyakorlása az ilyen típusú intézményekben bontakozik ki. Minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely erősíti a demokráciát és lehetőséget teremt arra, hogy az emberek elmondják a véleményüket. Erről ifjabb Lomnici Zoltán beszélt a Kossuth Rádióban. A századvég jogi szakértője szerint az elmúlt 12 évben erre a legjobb lehetőséget a nemzeti konzultáció biztosítja. 2010 óta azt látom, hogy bátrabbak az emberek, élnek az alkotmányos jogaikkal, és kinyilvánítják fontos kérdésekben a véleményüket a kormányzat megkeresését. Követően is ilyen a nemzeti konzultáció, mint intézmény, amelyre lehetőséget ad. Az Európai Uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció részleteiről, illetve időpontjáról hamarosan döntés születik, és a tervek szerint a kérdőívet nem csak az interneten lehet majd kitölteni. Elkezdődtek az Oroszországhoz való csatlakozásról szóló népszavazások az oroszok által megszállt 4 ukrajnai régióban. Biztonsági okokból a legtöbb helyen egyelőre csak a mozgóurnás szavazás kezdődött el. A szavazóhelyiségeket várhatóan kedden nyitják meg. Ukrajna és a nyugati vezető hatalmak egyelőre jelezték, hogy a népszavazás eredményét nem fogják elismerni.
Már szerdán kinyomtatták a szavazólapokat a kelet-ukrajnai Luhanszkban. Az oroszok által megszállt 4 ukrajnai megyében, Luhanszkban, Donyeckben, Herszonban és Zaporizsia régióban pénteken 5 napos népszavazás kezdődött az Oroszországhoz való csatlakozásról. Luhanszk városában az Oroszországgal közös jövőt hirdető óriás plakátok buzdítják szavazásra az embereket. Oroszországból származom, a donbaszi lakosok érdekében fogok szavazni, mondta egy helybéli férfi. A 4 ukrán Moszkva barát megye vezetői már hónapokkal ezelőtt kezdeményezték a népszavazást. A referendum megtartásáról szóló döntés azonban csak 3 nappal ezelőtt született meg. Az időközben egyre eredményesebb ukrán ellentámadás miatt biztonsági okokból mozgóurnás szavazással kezdődött a voksolás, személyes szavazás mind a 4 régióban csak a zárónapon, szeptember 27-én lesz. Természetesen házról házra visszük majd a szavazóurnákat, hogy ne veszélyeztessük az emberek testi épségét, mondta a Luhanszki Választási Bizottság helyettes vezetője. Egy nappal a népszavazás előtt rakétatalálat érte az egyik piacot, az orosz barát szakadárok fellegvárának tartott kelet-ukrajnai Donyeckben. A helyi hatóságok közlése szerint legkevesebb 6 életüket vesztették, és többen megsérültek a támadásban. Ennek ellenére péntek reggel kinyitottak a szavazóhelyiségek a donyecki régióban, ahol az orosz hírügynökség becslése szerint mintegy 1,5 millió szavazót várnak. A helyi iskolában kialakított szavazókörzetben elsötítették az ablakokat, mert néhány nappal ezelőtt valakik betörték. Féltjük az embereket, ezért úgy döntöttünk, hogy majd a szabadban tartjuk a szavazást, mondta a szavazóhelyiség vezetője. A Donyecki és a Luhanszki népköztársaságban a szavazólapokat csak oroszul nyomtatták ki, Herszon és Zaporizsia megyében pedig 2 nyelven, ukránul és oroszul. Mind a 4 régió közölte, hogy külföldi megfigyelőket vár az eseményre, amelyen az Orosz Központi Választási Bizottság és az orosz parlament összes frakciója képviselteti magát. Ukrajna és a vezető nyugati hatalmak azonban előre jelezték, hogy a népszavazás eredményét nem fogják elismerni. Az ENSZ főtitkára Antonio Guterres kijelentette, hogy az ukrán területek annektálása ellentétes a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával. Kijev szerint a népszavazással semmi sem fog változni. Erőik folytatják az ellentámadást az oroszok által megszállt ukrán területek felszabadítása érdekében. Megtartotta kampányzáró rendezvényét az olasz jobboldali pártszövetség. A Giorgia Meloni vezette összefogása a felmérések szerint a szavazatok csaknem 50%-ára számíthat a vasárnapi választásokon. A rendezvényen sokan azt mondták, elegük van a balközép kormányból, amely szerintük sem a gazdaság, sem a bevándorlás terén nem képviseli az olasz emberek érdekeit. A Piazza del Popolón, Róma egyik legnagyobb terén zárt a választási kampányát az olasz jobb-közép szövetség 3 pártja. Az olasz testvérek, a Liga és a Hajrá Olaszország szövetsége nem először valósul meg, ugyanakkor most először áll nő az összefogás élén, Giorgia Meloni személyében. A közvéleménykutatások szerint közel 50%-os győzelemre számíthat a jobboldali összefogás, ugyanis az emberek változást akarnak. Azért fogok a jobboldalra szavazni, mert változást várok, olyan kormányt szeretnék, amelyik az olasz emberekkel foglalkozik, a lakosság és a helyi vállalkozások problémáival, mondja egy nő. Ez a férfi azt mondja, sokkoló látni az illegális migráció újbóli erősödését. A legfontosabbnak az illegális bevándorlás elleni küzdelmet tartom. Olaszország nem maradhat Európa kikötő országa, nem tudunk mindenkit befogadni. Ahogy Matteo Salvini is mondja, mindenkinek van hely, de dolgozniuk kell, mondja a férfi. Fent akarjuk tartani népünket, olasz identitásunkat, hagyományainkat, kultúránkat, ezért kell a jobb oldalra szavazni. A bal oldal ezeket nem tartja fontosnak, sőt, ezek az értékek ellen küzd, teszi hozzá egy fiatalember. Szeptember 25-én több mint 50 millió olaszt várnak az urnákhoz. Ez lesz az első alkalom, hogy a 18 év felettiek a képviselőház mellett a szenátus tagjait is megválaszthatják. A 2018-as választási reform szerint a mandátumok 1/3 az egyéni jelöltek között, 2/3 arányos rendszerrel osztják szét a pártokra leadott voksok alapján. Ugyanez az a téren holnap meg kell várnunk a balközép kampányzáró eseményét is, vasárnap reggel pedig 7 órakor nyílnak az urnák Olaszországban. A késő esti órákban fog kiderülni, hogy ki fogja vezetni a 68. római kormány, ki lesz Olaszország 31. miniszterelnöke. A következő olasz parlamentnek a korábbi 945 helyett csak 600 tagja lesz.
A pártoknak a bejutáshoz túl kell lépniük a 3%-os küszöböt, a pártszövetségeknek pedig a 10%-ot. Legkevesebb 50 migráns vesztette életét, miután bárkájuk elsüllyedt a földközi tengeren egy szíriai kikötőváros térségében. A katasztrófa után a hatóságok 16 túlélőt találtak meg. Az esetleges túlélők utáni mentésben a helyi halászok is részt vesznek. A szíriai közlekedési minisztérium szerint a hajó kedden indult el Libanonból 100-150 emberrel a fedélzetén Európa felé. Libanon 2019 óta súlyos politikai és gazdasági válsággal küzd. Az elmúlt időszakban emiatt abból az országból is megugrott az a migráció. Magasrangú állami kitüntetést adott át Novák Katalin az Egyesült Államokban. A köztársasági elnök San Diego-i otthonában kereste fel a magyar születésű, zsidó származású Edith Egert, azaz Eger Edith írót, pszichológust és holokauszt túlélőt. Novák Katalin a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki a 95 éves terapeutát, aki a poszttraumás stressz-szindróma kezelésében szerzett hírnevet. A kormány célja, hogy a szülők biztonságban tudják gyermeküket, és az édesanyáknak a szülés után lehetőségük legyen visszamenni dolgozni, mondta a családokért felelős államtitkár a Szülőkháza, Családi Központ és Bölcsöde Hálózat ünnepélyes megnyitóján. Ornung Ágnes hangsúlyozta, 2010 óta mintegy 177 milliárd forintból 80%-kal nőtt a bölcsödei helyek száma. A család az egy olyan szerves egység, amelyet teljes egészében támogatni kell, és azon dolgozunk 2010 óta, hogy ezt a szerves egységet minden elemében támogatni tudjuk, és egy olyan családtámogatási rendszer jöjjön létre, amely a családot a születéstől kezdve egészen az időskorig támogatni tudja. A rezsicsökkentést is megszüntetné Dobrev Klára, árnyék gazdasági minisztere, erről írt az Origo. A portál felidézi, hogy a DK-s Dávid Ferenc korábban többször is arról beszélt, a rezsicsökkentés tarthatatlan, egyébként pedig szerinte át kellene térni arra, hogy már az átlagos keresetűnek minősülő fogyasztók sem kaphatnának kedvezményes áron gázt és áramot. A DK-s politikus a kályha és gáz, illetve kazán programmal kapcsolatban pedig azt jegyezte meg, hogy lopni fogják a fát az emberek az erdőben. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. A baloldal választási győzelme esetén nem akarta fenntartani a rezsicsökkentést. Ezt kommunikálta hónapokon át közös miniszterelnök jelöltjük Márki-Zay Péter. Arra hivatkozott, hogy az Európai Unióban sehol máshol nincs például hatósági benzinár, és mégis boldogabb, fejlődőbb, gazdagabb országok, mint Magyarország. A mi modellünk az az Európai Unió, de ezeket az intézkedéseket, azt is elmondtam, már nem lehet úgy kivezetni, pontosan a lakossági elégedetlenség miatt. Tehát ezt nem lehet egyik lépésről, egyik napról a másikra megszüntetni. Gyurcsány Ferenc egy alkalommal ennél egyszerűbben fogalmazott a rezsicsökkentésről. A DK elnöke az Origónak azt mondta, az egy hülyeség. A rezsicsökkentés kérdése, ez így tarthatatlanná válik, és egyre inkább tarthatatlanabbá fog válni, ahogy késlekednek az Európai Uniós pénzek. Főnöke narratíváját követte Dávid Ferenc is, aki szintén többször támadta a rezsiárak alacsonyan tartását. Következetes szószólóként be is került a DK és Dobrev Klára árnyék kormányába. Hétfőn ő lett az árnyék gazdasági miniszter. Teljesen indokolatlan, hogy például az személyi jövedelmet visszaadták a gyermekeseknek. A DK parlamenti képviselője, gazdaságpolitikusa azonban nem csak a rezsicsökkentést, a kormány családtámogató politikáját is támadta korábban. Néhány hónapja az ATV műsorában például a gyermeket nevelők személyi jövedelemadó visszatérítésével szemben foglalt állást, majd a 25 év alattiak adómentességét támadta. Teljesen indokolatlan, hogy a 25 év alatti munkavállalók nem fizetnek személyi jövedelemadót. Miért nem vesznek részt a közteherviselésben? Egy alkalommal arról is beszélt, hogy ki kellene vezetni az üzemanyagár stoppot. Akár mennyi az ára, ugyanúgy fog fogyni. A baloldali politikus szerint nyugodtan az egekbe szökhet többek között a benzin és a dízel ára, az emberek azt ugyanis megveszik majd, tette hozzá. Nagyon-nagyon régen végeztem a közgazdasági egyetemen, és akkor tanították, te is, mindannyian tanultak ezzel feladatot. A, B, C termék van. Alkohol, benzin,
cigaretta, itt verték a fejükbe, teljesen árugalmatlan. Akár mennyi az ára, ugyanúgy fog fogyni. Az Origo ennek kapcsán megjegyezte, Dobrev Klára árnyék minisztere szerint a magyar embereknek, amennyiben nem hajlandók lemondani az autózás praktikumáról, ki kellene fizetniük a 8-900 forintos literenkénti üzemanyagárat. Egyébként meg gondoljon bele, mit gondolnak erről a levegő munkacsoport tagjai. A lap most azt is felidézte, hogy Dávid Ferenc egy alkalommal a háború és az uniós szankciók miatt kialakult energiaválságos helyzetben letolvajozta a magyar embereket. De amikor meghallottam azt, hogy kályha és kazán programot indítunk, csak az jutott eszembe, hogy akkor milyen jó környezetszennyezés lesz, vagy hogy fogják lopni a fát az emberek az erdőbe, akik rászorulnak. Dávid Ferenc júliusban azzal is riogatott, emlékeztet rá az Origo, hogy a kormány törekvése, amely átmenetileg segíti a gáz és az elektromos áram kiváltását, felkérés volt arra, hogy ki kell vágni az erdőket és el kell tüzelni. A kormány ezzel szemben bejelentette, hatósági áras lesz a tűzifa, és ezen az áron 10 köbméter jár mindenkinek. Terrortámadás előkészítésére való szövetkezés gyanújával 4 embert vettek őrizetbe Izlandon. A rendőrség azt közölte, ezek a műveletek és nyomozások példanélküliek a 375 ezeres lélekszámú észak-európai szigetországban. Izlandot sokáig a világ legbiztonságosabb és legbékésebb helyének tartották, ám a közelmúltban, ha nem is drámaian, de érezhetően változni látszik a helyzet. Terrortámadás előkészítésére való szövetkezés gyanújával 4 embert vettek őrizetbe Izlandon. A rendőrség azt közölte, ezek a műveletek és nyomozások példanélküliek a 375 ezres lélekszámú észak-európai Szigetországban. Őt és 3 társát Reykjavíkban, illetve egy délnyugati városban vették őrizetbe egy különleges erők által vezetett műveletben. Az izlandi állampolgárok közül egyelőre 2 helyeztek előzetes letartóztatásba. Az 50 rendőr részvételével zajló nagyszabású rajtaütésben 9 helyszínen több félautomata pisztolyt, köztük 3D-s nyomtatással készült fegyvereket, valamint több ezer töltényt foglaltak le. A letartóztatott személyek ellen fegyverek előállításának és értékesítésének gyanúja miatt indult nyomozás. Ők a 30-as éveikben járó izlandi férfiak. A rendőrségi műveletek során több tucat fegyvert, köztük félautomata pisztolyokat, valamint több ezer lőszert foglaltak le, részletezte az izlandi országos rendőrfőkapitány. A hatóságok vizsgálják, hogy vannak-e kapcsolatok a gyanúsítottak és az északi szélsőséges szervezetek között, ezért külföldi bűnüldöző szervekkel is konzultálnak. A nyomozás többek között erre fog összpontosítani, hogy kiderítsük, van-e kapcsolatuk külföldi radikális szervezetekkel, mondta a Reykjavíki kerületi ügyészség rendőrfőfelügyelője. Az egyelőre nem ismert, hogy a csoport pontosan mire készülhetett, de a célpontok a rendőrség feltételezése szerint állampolgárok és intézmények lehettek, köztük a parlament és a rendőrség is. Izlandot 2008-ban a világ legbékésebb országának nyilvánították, ahol a legalacsonyabb a bűnözési arány. Az utóbbi években azonban valamelyest növekedett a bűncselekmények és az erőszakos esetek száma a 370 ezres lélekszámú észak-európai államban, és ez aggasztja a hatóságokat. Lövöldözés volt egy éjszakai bárban a mexikói Guanajuato államban. A támadásban 10 vesztették életüket. A rendőrség hajtóvadászatot indított az egyelőre ismeretlen elkövetők ellen. A mexikói biztonsági minisztérium szerint a mexikói államok közül idén ebben a térségben történt a legtöbb gyilkosság. Január és augusztus között több mint 2000 ember halt meg erőszakos bűncselekmények miatt. A Fiona névre keresztelt hurrikán elérte a Bermuda-szigetcsoportot, miután hatalmas pusztítást hagyva maga mögött végig söpört Puerto Ricón, a Dominikai Köztársaságon és a Bahamákon. Amerre járt, villámáradások, letarolt ültetvények, rombadőlt épületek, megrongálódott utak maradtak utána. Milliók maradtak áram és vízszolgáltatás nélkül. Az amerikai elnök szövetségi források megnyitását jelentette be Puerto Ricónak a helyreállítási munkákhoz. A Bermudák fővárosának lakói már szerdán elkezdték a felkészülést a Fionára, miután az előrejelzések azt mutatták, hogy csütörtök éjjel érheti el a szigetcsoportot a 4-es erősségű hurrikán.
Nagy volt a forgalom az élelmiszerüzletek környékén, a házak ablakait bedeszkázták, a tulajdonosok pedig partra vontatták a hajóikat is, mert nagy széllökésekre és erős hullámzásra figyelmeztettek a szakszolgálatok. A Bermudai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat előzetes tájékoztatása szerint a vihar várhatóan csütörtök éjjeltől 12 órán keresztül vonul át a területen, és pénteken a hajnali órákban 50 csomós vagy annál erősebb szél is várható. Ezért kérjük a lakosságot, hogy vegyék komolyan ezt a vihart. Ezzel kapcsolatban arra kérem önöket, az autósokat és az ingázókat, hogy ma este 22 óráig igyekezzenek hazaérni, mondta el csütörtökön a nemzetbiztonsági miniszter. A hurrikán eközben több mint 160 km/órás széllel 15 méteres hullámokat korbácsolva közelített az Atlanti-óceánon Bermuda felé. Hajnali 3-kor pedig már meg is érkezett a szigetekre. Fiona szerdán még a Bahamákon okozott heves esőzést és szélviharokat, ahová a Türks és Caicos szigetekről érkezett. A Kuba mellett található Nagy-Britanniához tartozó szigeteken az akkor még csupán 3-as kategóriájú hurrikán fákat döntött ki, épületeket bontott meg és villámáradásokat okozott. Veletek vagyunk, mondta Joe Biden amerikai elnök, aki csütörtökön bejelentette, teljes mértékben támogatják a helyreállítási munkák költségeit Puerto Ricóban, ahol napokkal a hurrikán pusztítása után az otthonok és vállalkozások többsége a folyóvíz és a vezetékes áram hiányával küzd. Ezért a kormányzó kérésére megnyitották a szövetségi forrásokat, hogy az ott élők mielőbb újra fel tudják építeni az életüket. Tudom, hogy jelentős, például érzelmi és egyéb költségekkel jár a felszámolás, de ez 100%-os finanszírozást jelent a törmelék eltávolítására, a kutatásra és mentésre, az áramellátás és a víz helyreállítására, valamint menedékre és élelmezésre a teljes hónapra, mondta az elnök. Puerto Ricóban a héten közegészségügyi veszélyhelyzetet kellett kihirdetni a vízvezetékek megrongálódása miatt. Az áram szükségleteit, aki tehette, generátorokkal igyekezte fedezni. A szolgáltatások helyreállítása csak lassan halad. A Dominikai Köztársaságban élőket is súlyosan érintette a trópusi viharból kifejlődött hurrikán. Az erős széllel és nagy mennyiségű csapadékkal érkező Fiona kárt okozott az épületekben, az utakban, és tönkretette az ültetvényeket.